Fennállásának 10 éves jubileumát ünnepelhette 2015. december 2-án a Budai Klub Galéria. Az elmúlt időszakban itt kiállító művészek, alkotók tették tiszteletüket a Budafoki úti galériában. Az esemény fővédnöke, Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt, aki maga is köszöntötte az ünneplő közönséget. A jubileumi kiállítást megnyitó Dvorszky Hedvig művészettörténész is örömét fejezte ki, hogy az újbudai művészek ezen a helyszínen már egy évtizede kapnak lehetőséget, hogy munkáikat a nagy közönségnek is bemutathassák. Az ünnepségen fellépett Meskó Bánk előadó művész és Oravec György zongora művész is egy különleges előadással. Az ünneplő művészeket kerületünk polgármestere Hoffmann Tamás is köszöntötte. Horvátné Fejes Ágnesnek is többen kinyilvánították köszönetüket. A galéria igazgatója valóban rengeteget tesz azért, hogy a Budafoki úton található helyiségek ne csak puszta kiállítóterek legyenek, hanem ez legyen az újbudai kulturális élet egyik élő, fontos középpontja. Hát 10 évvel ezelőtt is izgatott voltam, mert nem tudtam, milyen feladat vár rám. De hát, ha most visszatekintek, nagyon szép volt ez a 10 év. 10 évvel ezelőtt ez az iroda egy pártiroda volt, ami nem töltötte be a funkcióját, nem jártak be az emberek, kevesen voltak. Mi akkor úgy gondoltuk az akkori elnökként, hogy valamit kell tenni. Tehát szeretnénk nyitni az emberek felé. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy galériát. Megvalósult az a terv, hogy nagyon sokan jöttek be, nagyon sokan látogatták a galériát, hiszen nem csak kiállítást szerveztünk, hanem lehetett internetezni, illetve egy kis kávézót is nyitottunk, ami mai napig is működik. Nem csak a falakon vannak képek, hanem irodalmestek vannak, zeneestek vannak, tehát az egymással való találkozásnak számtalan formája van itt. Ez egy nagyon finom kis érintkezési pont itt. Ennek nagyon örülök, és nagyon szeretném, hogy a következő generációt is megérinteni, mert az enyém lassan elmegy, de kell a középréteg, és kellenek a fiatalok, hogy ezt a hagyományt tovább éltessék. Már a barátok sokasága jön ide, és minden művész hozza az ő barátját, és mindig újabbakat mutatnak be. Én is mindig több művészt ismerek meg, és így aztán a kiállítások is mindig bővülnek, és színesednek. 10 éves a galéria! A Budai Klub Galériában természetesen nem csak tortával, hanem egy izgalmas kiállítással is ünnepeltek. Az elmúlt 5 évben itt kiállító művészek hozták el egy-egy alkotásukat a jubileumra. Ez most egy végül is összeállt, nagyon úgy érzem, hogy jól sikerült kiállítás lett. Ez az elmúlt 5 év kiállító művészeiből állt össze. Nagyon egységesnek, ha úgy gondolom, a terem, igyekeztünk a műveket tényleg egymás mellé úgy összehozni, hogy egymást erősítsék. A kiállítás 2016. január végéig látható a Budafoki út 9-11-ben. A jubileumi ünnepségről készült hosszabb beszámolónkat 2015. december 7-én a helyi értékben láthatják.